Kácsomi csöltészt a csokoládé és traktor kerékűrve csatornán kiből jelentkezik a következő Woodcutter szimulátorral. Hát mivel szükségünk van egy kis pénzre, emiatt úgy gondoltam, hogy jó lenne, hogyha keresnénk is valóban pénzt. 18 óra van, kezd este lenni, de úgy gondoltam, hogy muszáj, gyerekek, muszáj nekifogni valami komolyabb dolognak, mert pénzt kell csinálnunk. Igazából nem olyan nagyok ezek a fák, megvettük ezt a területet, de ugye abban... Ezt remélem mindenki tudja, hogy ezek a fák, ezek nem olyanok, mint hogyha ültetnéd őket, szóval nem olyan hatalmas, nagy összeget fogunk érte kapni. Jaj, lehet, hogy nem olyan jó ültet arra dönteni, mert úgy látom, hogy ebből csak problémák lesznek. Na gyerekek, döntsük erre, és akkor megpróbáljuk felrakni őket. Ebben a részben ugye nem kell sorskártyát húznunk, úgyhogy megpróbálunk minél hatékonyabbak lenni, de tényleg a hatékonyság az azt jelenti, hogy rohanunk, mint az őrült. Próbálunk ágazni meg minden. Egyébként valóságban felnyőtt soha nem vágtam. Nem tűnik túl nehéznek. Elég nehezen ágazza. Elég nehezen ágazgat. Én például miért nem ágazza meg? Jó. Jók leszünk gyerekek, arra kellene figyelni, hogy milyen hosszúakat tudnak. Figyeljetek, ebből majd, hogy nem a maximális hosszat föl tudnám dobni. Úgyhogy meg is próbálkozunk vele. Én arra gondoltam, hogy úgy kellene ezt feldobni, hogy okosba, hogy mindig odaállni a géppel, ahogy kell, és akkor ugye, vagy a pótkocsival, és akkor annyit nem kellene cipelni, mivel ugye ez nem csipesz, ami éppen nekünk van, és emiatt nem nagyon fogjuk tudni... Jaj, nem azt akartam rakni. Nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Először is kipróbáljuk, hogy ez hogy működik. Nincsen véletlenül rajt, izé... Nem gondolkodok. Nincsen véletlenül rajt, hogy rá tudom spanizni. De nincsen, ugye? Ennel... Úgyhogy ezeket felrakni, ezeket nagyon-nagyon nehéz lesz. Mivel ugye nagyon el kell találni, hogy hol emeled meg. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, ezeket felszórni. Nem a legjobban állok. De megpróbálkozunk bele a gyerekek. Minél hosszabbba hagyni ugye. Annál több ugye felférne, bár lehet, hogy el kell hozni az etókrisztát. Most már ugye használhatjuk az etókrisztát, pedig ugye nem nagyon használhattuk. Ja, hát ezt sajnos nem tudom. Biztos nem tudok spanizni, mert nézzük meg, hogy kiszállok. Nagyon érdekes ez. Ó, de, várjál már! Túl nehéz beszáll a sermibe, tehát túl nehéz. Nem tudok sajnos. Nem tudok. Akkor ez egy eléggé nehéz folyamat lesz. De hát figyeljetek. Úgy van vele a keeper, hogy általában nem nagyon szokta feladni. Úgyhogy küzdünk, próbálkozunk. Jó, hát ezt, egyébként ezt egy kicsit így félre is akartam rakni, amelyik annyira nem is sikerült. Jó! Ura, jó lenne, hogyha lenne röngcsipeszünk, gyerekek. Egyébként gondolkodok azon, hogy a pótkocsit megszórjuk-e, lehet, hogy egy kicsit gyorsabb lesz így, gyorsabb lenne. De... Azon a véleményem vagyok, hogy lehet, hogy meg kellene hosszúval rakni ezt. Körülbelül ugyanazok a méretű fák, szóval kb. Ugyanott kellene ugye megcsipnünk őket. Ugyanott kellene megemelnünk őket. Nem tudom, hogy ez mennyire fog menni, vagy mennyire nem fog menni. Hát ez nagyon nyűgös lesz. Nagyon nyugos lesz, hogy nem, ez nem egy röngcsipesz, ugye? Ez egy nagyon... ez nagyon szar lesz. Hát ez nagyon szar lesz, gyerekek. Ez most látom, hogy ez egy kínszenvedés lesz így. Ó, te hogy a Máriás huncot. Akkor kezdi elveszíteni türelmét.
Úgy gondolták, hogy ezzel römköt lehet pakolni. Ha? Azt mondjátok meg nekem. Ezt ki találta ki? Hogy ezt így kell. Sajnos pénzünk az semmire nincs, úgyhogy muszáj valamit kitalálnom. Próbálom megemelni. Oké, jó. Oké, magunk fele villancsük. Jó. Ugye nagyon el kellene találni a súlypontját ahhoz, hogy így ahogy akarnánk fölrakni. Jó, beszarok, hogy sikerült. Jó, úgy látom, sikerül, gyerekek, annyi, hogy hátrébb kellene tolnom. Minél hosszabbat próbálnám elvinni. Jó, most egy kicsit nem annyira tudok beszélni, mert nagyon koncentrálok, megmondom olyan szintén. Szóval azért bocs, hogyha... Jaj, nagyon... ezek nem annyira hosszúak egyébként, tényleg nem annyira hosszúak. Próbálom eligazítani. Szerintem még egy kicsit hátrébb kellene tolni. Jó lesz, hogyha fel tudom őket pakolni, akkor örülünk. Gyerekek, ez nem lesz egyszerű. Hátrébb kell tolnom még. Oké. És nagyon jó, hogy nem billen le. Úgyhogy nyugodtan tudom ezt így vinni. Hú, gyerekek, ez nem lesz egyszerű, de muszáj. Na, akkor ezen át tudunk menni? Muszáj lesz. Jó, és akkor megpróbáljuk megemelni ezt is. Megpróbáljuk ezt is felrakni. Jó lenne, hogyha úgy tudnánk vinni őket egy egészbe, akkor fel tudnék rakni nagyon sokat, és nagyon sokat keresnénk. Az a lényeg, hogy ezt a részt ezt mindenképp arra kellene szentelni. Utána kellene venni egy tönkmarót. Próbálj meg fölvenni, érted, amikor nem tudsz alágyulni, az szörnyű. Szörnyű. Komolyan, ez most... Ezt nem is tudom, hogy ki találta ki, hogy... Há... Gyerekek, ezt ki találta ki? Ezt neked, ez röngvilla akar lenni. Én elhiszem, hogy röngvilla akar lenni. De ugye sajnos ebbe a játékba földbe például nem lehet benyúlni. Na, oké, jaj, de jó, megtörtént. Hú, gyerekek, ez aztán szenvedés, öcsém a javából, mi? Ez aztán szenvedés, le ne essé, tesó. Óvatosan, nagyon óvatosan. Próbáljunk meg ráfordulni. Itt van egy tuskó alattam, biztos rájárok, biztos valami történik. Jó, kettő fát már felszemerek, az már egy jó dolog lesz. Oh! Mocorog össze-vissza. Ja, jó, még följebb. Súly nem kell neki, azt látom. Ezek nem olyan nagy fák azért. Próbálok ráállni normálisan, lehet, hogy egy kicsit hátrébb kellene. Elég széles a kettő villának a távolsága. Az úgy szerencse. Mint a röngvillának. És akkor így azért lehet egyensúlyozni, hogyha eltalálod ugye a súlypontját nagyjából. Gyerekek, azért itt azért precíziós munkára van szükség, komolyan mondom. Ugye a francia sem bele. Jó, hát ezt még vissza kell majd egy kicsit tolni. De már kettő fönn van, oké, állítsuk meg, kicsit nyugodjunk meg. Jó, végül is nem is olyan beszélés, majd el kell igazgatni őket. Jó, menjünk tovább, bocs, egy kicsit az egerre, nem tudom, mit rostog, mi került alá.
Oké, akkor az a lényeg, hogy ezeket úgy kell döntögetni, hogy ugyanígy, és akkor így alá tudnánk nyúlni, ugye? Megpróbáljuk ugyanígy. Hoppa, hát ez nem erre gondoltam, de majdnem egyébként jó lett. Nem erre gondoltam, de majdnem jó lett. De legalább így könnyebben alá tudok nyúlni talán. Ezt ki kéne termelni ezt az erdőt, és akkor ugye lenne pénz belőle, meg lenne még egy területe. Hú, nagyon izgulok. Nagyon izgulok. Egy kicsit ez olyan igazi nyögvenyelős dolog lesz. Megpróbáljuk ott megfogni kapásból, ahol biztos, hogy jó a súlypont. Az valahol szerintem itt lesz. Legalább így könnyű alá nyúlni, ja. Ez jó. Belakadtunk? Vagy mi a baj? Nem, jó, jó a súlypont is jó. Minden tökéletes. Följebb. Na most hátra, nagyon óvatosan. Jó, hogy egy nagyjából egyenes a terület. Jó, hogy nem kell súlya hátuljára, arról a villáról le ne ugarjon. Pedig arra igyekszik. Jaj, ne ugorjál le róla. Szinte sejtettem. Esély már le róla. Ezek ilyenkor nem esik le odané. Egy normális röntgcsipesszel, hát ezt pillanat alatt föl lehetne dobni. Na, így alá lehet nyúlni, hogyha nyomsz egy kövér gázt, aztán így turod az orrával. Jó, most legalább rendbe szedtük. A gyerekek, három fa. Aha, jó. Mindjárt rendbe rakjuk. Oké. Okay. Próbálom elrendezni. Jó van, oké, gyerekek. Egész baba, egész jó haladunk. Nem tudom, mitől rastog az egerembe az, mint hogy homok lenne alatt, a kb. Úgy viselkedik. Jó, akkor jöhet a következő, és akkor azt úgy is kellett döntenem, hogy kapásból. Akkor megint szintén. Valahogy így a traktor és a gép pótkocsi közé. Na, gyerekek. Leállítom, hogy legyen egy kis... Hú, most ez lényegesen más hangulatú ez a gameplay, mert itt most a koncentrálnom kell eléggé. Érdekes, hogy mindig nehezen Google a csáv. Nehezen Google a csáv a fájlába biztos. Na valahogy értelmesen ide be kéne döntenem. Jó, az így is. Gép meg a pót közé szerettem volna, de nem annyira jött össze. Kíváncsi vagyok, mennyit kapunk az éredért. Hú, ezt el tudjuk, lehet, hogy az etok krisztál kelleni fog. Azért ez nem lesz könnyű. Próbáljuk meg túrni. Jó, jó lesz így.
lesz. Ó, jó ez. Ó, de jó. Aj, de jó volt. Jaj, de jó volt. Na, kicsit arra. Biztos le fog esni, nincs olyan szerencsém, hogy nem. Amire odaérek. Még a végén mazlib lesz, úristen, annyira kell koncentrálni, mint tudok beszélni. Most olyan téma az, nem tudok gyerekek, mert baromira figyelős ez. Kicsit túllog, ezt is kicsit visszatoljuk. Jó, mert így nem kell szelegetnem, ugye még tovább tartana felrakni. Picit a seggével meglökjük befele. Jó. Jó, gyerekek, úgy nem olyan rossz, megmondom őszintén, szerintem nem olyan rossz. Ezt is megtoljuk egy kicsit. Annyira nem rossz. Nekem így egész jó bejön. Várjál, nem tudom így lespanizni egyel. De, oké, okay, jó. Jó, hát a következő. Álljunk át a géppel. Erre az oldalára a fárnak. Srácok, hát ez ilyen lesz, ez egy ilyen fakitermelős rész lesz sajnos, nem tudom, hogy mennyire szeretitek, vagy nem. Koncentrálós fakitermelős rész. Jó, hát ezt tudom csinálni, hogy így döntöm őket, és akkor nem kell sokat cipelnem. Most ha rádöntöm a gépre, vagy a... Hogy is hívják a pótra, lehet, hogy nem fog jól ráborulni, úgyhogy annak se sok értelme van. Inkább akkor próbáljuk meg normálisan felrakni mindig. Minél többet, ugye? Ez a baj, nem tudod jobban bedönteni a villát, és egy leghegyén van, figyeld. Még egy kicsit megugráltatod rajt, aha. Ez jó. Kéne egy satut nyomni. Ja, csak az a baj, a könnyű fele az csúszott a másik, nem? Úgyhogy megint az lesz, hogy a vastag fele lehet, hogy le fog esni, amire odaérek. Mondjuk egész jó, hát rettened, nem tudjátok elképzelni. Olyan, mintha targonca villával raknád fát. Nagyon el kell találni, hogy hol fogod. Ugye nem is tudod megszorítani, úgyhogy most belegondoltok, lehet, hogy arra gondoltok, hogy milyen itt tökörészik, hát nagyon szenvedős, próbáljátok kinyugodtan, barom szar. Ez megy oda belőle, úgy, oda menj be belőle, úgy. Jó. Mert a következő gyerekek, annyira nem vagyunk rosszak szerintem, ezt a sort ki kellene kapni. Lehet, hogy közelebb kell volna hozni már a gépet. Vagyis a pótot. Nem olyan rossz, nem olyan rossz. Én megmondom őszintén, rosszabbra számítottam. Mármint, hogy nehezebbre számítottam, nehéz is, de azért még épp, hogy a kezelhető kategóriába tartozik. Épp, hogy. Épp, nagyon épp, hogy egyébként. Ezt tök jó helyre borítottam pont. Próbáljuk meg fölvenni. És utána ki kéne tuskózni, és fel kéne szántani, ugye az lenne a lényeg. Ez az alányulás, ez is ám egy rémálom. Hogy nehogy etold, épp hogy jó legyen. Az a baj, egy kicsit a töve fele kell erre fognom mindig, mert mindig túltolom.
túlságosan a hegye fele fogom, és akkor itt ilyen majdnem eldől. Bár aztán nem olyan rossz, oda legyek, hogy ha működik, akkor jó. Ugye? 2, 4, 5 fa, ez a hatodik fa, gyerekek. Ezt a kocsit megrakom, legyen traktor, amilyen húzza, mert azért nem lesz könnyű. Lehet, hogy a krisztált el kell hoznom. És akkor azzal valahogy elcsüvöljük. De pénz az valószínű, hogy lesz belőle. Figyeljetek, mennyibe került a föld? 17 000-be? 17 000-be fájt a föld. Szóval remélem legalább annyit visszahoz. De ha nem hoz vissza, az se baj, mert van egy plusz földünk, szóval nincsen nagy problémám. Figyeljetek, ezt odébb kéne hozni. Spanizzuk le, meg föl. Úgyhogy ezt húzzuk odébb. Legalább meglátjuk, hogy mennyire akar ez nagyon mozogni. Először itt a szélét kiszedjük, aztán utána megyünk beljebb majd. Mint ezt nagyon szépen húzza, oké, nincs semmi gond. Ide beállunk. Szület a többi. Amúgy nem olyan pici ám ez a föld, figyelj, nézd meg milyen nagy. A miénkhez képest szerintem 2-3-szor nagyobb, vagy még talán 5-ször nagyobb is. Csak annyi, hogy ugye le kell termelni róla a fát, hogyha akarsz valamit kezdeni vele, mert különben szigazsan. Na, ugyanúgy a gép elé bedöntjük. Ahogy kell, egyébként egész profik vagyunk. Én úgy érzem, hogy nem behozunk rosszul. Merem remélni legalábbis, kicsit kezd lemenni a nap, de nem pörgetem az időt, szóval úgyhogy talán ki fogja bírni. Lehet többen azt gondoljátok, hogy lehet, hogy érdemes lenne volna krumplizni, de a krumplival az a baj, hogy ugye hogy kell fellapátolni mindig. Bár hogyha tolólapot vennék és egy helyre tolnám, akkor lehet, hogy hamar össze tudnám kapni, ugye is. Na, megint próbálkozzunk ezzel a fölvételi módszerrel. Rettenetesen szor. Ezt aki kitalálta, az elmehet a francba, gyerekek. Nagyon ott kell lenni. Hoppa! Ajaj, nagyon fordul. Ezért egy kicsit túl hátul vagyok. Most tökörészek, lehet, hogy elcseszem, de nagyjából azért szépen akarom felrakni, ha már egyszer dolgozunk. Megint mehetne arra belőle. Jó van, középen, jó elnyomat. Jó, nem ér le egyik se, ugye? Most levágom majd a végét, hogyha nagyon lejt. Ugye, a végét le is csapkodhatnám, mert az ugye nem ér semmit elvileg. Amelyik leér, főleg annak. Ugye. Jó, gyerekek, jöhet a következő. Termelünk, öcsém! Kíváncsi, hogy mennyi pénz lesz egy ilyen full szekérrel. Szépen okosan a szélét szedjük, ugye utána meg megyünk beljebb, nem döntjük egymással a fákat. Hanem így okosba csináljuk, okosba nagyon. Ja, itt a végét ezt lecsapkodtam. A gyerekek, komolyan mondom, meg büszke vagyok magamra. Ilyen szépen sikerül rakni. Figyeljetek, 24 perc megy azóta. Fölraktunk, hogy 2, 4, 6, 7 fát, nem? Vagy mennyit. Amúgy ezek nem olyan nagyok. Ne ijedjetek meg, hogy most ekkorák a visszakeeper. Nem reális. Ezek nem olyan marha nagyok fák. Na nézzük, próbáljuk meg fölvenni. Hát ez nem jött össze. Valami így van. Az igen!
Az igen, gyerekek, miket nem tudom. Na, figyeld! Hol épp kellene mozgatni? Tiszta ideje, akrobaták leszünk már gyerekek ezzel a traktorra. 82-es virtuóz. Homlokrakodó virtuózok leszünk, oda né? Egy villával. Jó lesz, ezt higgyétek el, figyeld! Bazzán, komolyan mondom, meglepődök saját magamon is. Hogy mi a szart csinálok itt ezzel. Esküszöm, esküszöm, büszkék lehettek rám. Ás, hallod, nem szoktam nagyképű lenni, de most azért hogy egész jól mennek a dolgok, várjál. Ez nem esik össze jobban, dehogy nem, figyeld el. Hallod, erre még egy ennyit felrakok, hogy sem, nincs, nem lesz traktor, ami húzza. Jó, van itt mindjárt. Ez a sziklás rész majd ki kell ejtetnem, hogyha... arra adom a fejem, hogy felszántam. Így bezzem, begugoltam keményen. Néha begugol, ugye, bebugol, hogyha nem... Úgy bugol be, hogy nem gugol be a karakterem. Belső nézetbe, akkor ki kell váltanom külsőre, azért csinálom ezt a hülyeséget. Ne ijedjetek meg, nem vagyok megőrülve. Na, erről beszéltem. Ne akasszuk föl, de azért sikerült felkasztani a Creepernek. Azért ez nem nagyobb, hallod? Ez nem nagyobb? Azért ez nagy, hallod? Nem nagy ez? Mekkora ez ma? Hallod, itt ez valami nem stimmel. Ó, itt valami nem stimmel. Ezt ketté kell szednünk be azért, mert ez... Jézus Isten! Vedd már le ezt az agyágat. Jó van, föl vagyok a jövőnek a tetejébe. Ezt ketté kell venni mindenképpen, valahol itt. Jó, ez könnyen leesett. Ja, mert ez ilyen hosszabb. Tudod, hogy vannak hosszabbak is benne azért. Ó, ja, mert ott van az a kisebb méretű, meg vannak a hosszabbak. Jó, akkor van itt van bőven. Érdemes úr megvenni az erdőt, gyerekek, letermeljük! Na figyelj, ezt pont alá tudnék nyúlni, az egy ilyen dombon áll. Na jó lenne óvatosba. Most kb. Középen kell megfogni, mert eléggé olyan egyforma formának néz ki. Jó, nem vágtam el. Ja, hogy ez ilyen marha nagy. Ez azt hittem, hogy kisebb, de nem. Ez nem az a fajta fa. Ez nem az a fajta volt. Ez jó nagy volt. Megemelte a traktornak a... Pont itt van a rovattuskó. Alattunk. Ezt jó szar helyen fogtam meg, mi? Apám, ez megemeli egy traktor, gyerekek. Jó lenne rárakni erre a tuskóra, hogy itt van. Akkor könnyen alá tudnék járni, e? Figyeld. Fasz. Így. Hallod, még ilyenre is figyelsz, tuskóra rárakom. Könnyen alá tudok járni, de ez nagyon nehéz. Ez nem oda fajta fegyő. Itt valami nem stimmel, ez nagyon nehéz. Megpróbáljuk itt, egyből a tuska mellett. Na baj, nem tudod ezt a rohadt villát hátrébb dönteni, érted? Szegény, hogy így majdnem leesik. Hát ez körülbelül ez az egy darab, ja, nagyobb, mint a, az előzőekből fölrakott egész fák. Erdő kitermelés, szántóföldi alakítás. Na, van itt minden, gyerekek, van itt minden, mint a bucsiba. Most köszönöm.
Hú, ez jó nehéz lesz. Ezt lehet, hogy át kéne. Ja, na minden. Ide hozni, ide, erre a felire. Ja, jó van. Jó van, beesetted a túloldalra. Hát, hogy izéni kellene majd. Ide is rakni, nehogy amfögdüljön, vagy valami csoda lesz itt nekem, mert megőrülök. Igazodjál be. Jöhet a többi része. Hát itt figyeljetek, szerintem van egy négy kocsi fa. Négy kocsi fa biztos van, úgyhogy azzal azért el lehet lenni, el lehet rigadni. Ezt megint szarul fogta meg a Keeper. Lehet, hogy rárakom ide, figyeld. Ezt így át tudok rá... Bozek, erre rá kell állni az ember agyának erre a munkára, esküszöm. Erre rá kell állni az agyadnak, hogy hogyan akarod, hogyan csináld. Hogyan jó. Meg az, hogy nem tudod megcsipni, de nem is bánom. Kihívás, gyerekek, van kihívás. Egyébként mindig ezt a kihívást hajszolom, azt azért vagyok ilyen szituációkban, hogy mindig szenvedek. Ez ilyen tipikus önpusztító magatartás. Ezt ide kéne bedobnom oldal mellé. Essél már le, maga. Ess le. Ess le, ess le, ess le, ess le. Na, ó, hát ezt így akartam. Ezt nagyon így akartam. Mondj. Basz, mennyi fa. Gyerekek, ezt megrakom ezt a kocsit, szerintem valahogy meggazdagszunk. Már visszajön a föld ára, nem? Nem tudom mennyit kapunk. Skippeljetek, mennyit kapunk egy ilyen kordéért majd az eleje. Írjátok le, hogy mégis mire tippeltek. Ezt nem tudom, hogy lehetne hátrébb piszkálni ilyenkor, itt doba, figyeld. Ó, dobálni kell, apám, hallod? Van egy ilyen videó neten, amikor egy ilyen markológéppel egy ilyen farönget dobál a csávó, hát már majdnem azon a szinten vagyok itt a farmingban, komolyan. Te édes Isten. Ezért mennyit kapunk? Szerintem egy minimum 12 ezeret, vagy annyira tippek 12 ezerre. Kíváncsi vagyok, írjátok meg ti mire tippeltek, hogy ezt megrakom. De elég majd akkor, amikor elindulunk, mert akkor nehogy az legyen, hogy azt mondjátok, hogy hát nem is annyit raktál rá. Azt hittem többet raksz rá. Gyerekek, ezek a nagyok, ezek adják. Hú, hát aztán még van ám sok, figyeld. Itt kéne kidönteni ezeket. Hátrébb állok. Jöhet a döntés. Oké. Okay. Egyszerű. Ez kicsi. Ez mert fel egybe. De előbb kifogtunk egy ilyen maranagyat. Ja, hát ezt itt ki kell szántani az egészet. Ki kell tuskózni, le kell szántani. Azt a szüklás részt kiejtetjük. Egész útig. Ma még leszántották be az olyan temető mögött a sétáltató utamon. Régebben voltak ilyen videók, tudjátok, amikor szoktam sétálni a Sanyival. Van egy temető egyenes. Hát bazza, állandóan azt csinálja a paraszt, hogy... Na, hát ez nem jött össze. Hogy elszántja. Ezt utálom, figyelj. Nyúlja alá. Gyorsan, és akkor csak így próbál meg fölkapni. Úgyhogy barha jó, nagyon örülök neki. A tipikus ilyen, nem is tudom, magyar szokás. Egy csomó helyen tapasztalom, hogy beszadják a földutakat. És azért a nem tudom mennyi plusz gabonáért, ami azon megtermel, inkább ne legyen út az. Azon jár ő is, meg mit tudom én, nem? Nem véletlenül van ott az út, gondolom, nem azért poénból csinálták, régi TS időkben is azért figyelmet fordítottak arra, hogy legyen anyag, gabona. Mégse szántották be, ezt mindig beszántják. Marha jó.
Ez élete sok. Gyerekek. Hallod, de aztán lesz anyag tényleg dolog. Na várja. Ilyenkor elkezd igazodni mind a vállalat. Azt a fenyőt, azt hadd csak gyom le, az nagyon ide irritáló nekem, hogy itt. Van rajta ilyen állas bogas. Megint nem akar googolni. Jó. Egy-kettőt még kéne földobni rá. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy el kellene kezdeni megint az elejétől. Mert hogy elhúzom a kordét. Nem megyünk az elejére. Tolatni meg se próbálok, Förgózsám, hogy sem mielőtt. Még azt mondjátok, hogy tolassák éppen. Nincs az Isten. Na figyelj. Kéri az energiát, kéri. Kéri az energiát, gyerekek, de teljesen jó. Van pénzlóvére most, azt hiszem, ezt leviszem leadni mind. Meg kell fordulnom, és akkor ugyanígy. Kukoricás nem számít. Pont jó rendeztem a hosszát, úgy látom. Egyébként tényleg kéri az energiát. Csúszik is meg minden, látjátok. Nem csak ezt ideállok. Nem jó, hátrébb kell tolatnom. Na. Akkor ezt meg, ide döntjük a kettő közé. Nincsen nagyobb? Ott az nagyobb. Ez egy nem nagyobb, ott vannak a nagyobb, ott van az a marha nagy. Ezt ide döntöm. A gép, meg a pót közé megint. Na. Mocsárdi zsurló itt csiklandozza a tökövet. Valaki 25 fárdik. Gyerekek. Megy, achievementek ugranak be a külkörnek. Hallod, ezt azért eltaláltam, figyeled? Nincs hozzáférésed. Éppen. Jó. Mindenképp muszáj vennem egy ilyen ide rögmarót, hogy ezeket kimarjam sajnos. Különben nem kell itt azért termelni semmit. Hát ez jó, ez ilyen gödörfele halom sajnos. Megpróbálkozunk vele. Megpróbáljuk megdobni. Ó, te, egy villám van megint. Rá kéne raknám a potkocsira félig, ugye vagy az előbb, és akkor alá tudok nyolni. Azért húzom így. Ide rárakjuk. Úgy, látszod? Kipör, az teljesen olyan pro lettem, apám. Még Szilárd Niklis. Szilárd Niklis. Büszke lenne rám. Egyébként elmondom, hogy milyen sorozatot akartam először. Szilárd Niklit már be is avattam, ő lenne volna a második személy. Egy multiplayer sorozat, de olyan, hogy két emberes. És kettő szomszéd lett volna, akik versenynek egymással. És sorskártya ugyanúgy meg lett volna, csak mind a kettőnek lenne sorskártyája. És mind a kettő húzod volna, ugye? Ezt jószorul fogtam meg. Szerintem nem lesz belőle gond. Csak az a baj, hogy ugye említettem lehet a sorozat első pár részébe, hogy azért nem multiplayer meggondolkoztam, azt megint elcsesztem, megint rakhatom be. Álljál már, meg nem akadjál be. Az a felső szar, annyi értelme van. Igen, azért nem multiplayer meggondolkoztam, mert nem tudnám fölvenni a részeket. És főleg így, hogy ilyen sülül, egyszerűen nem lennének részek, mert ugye Szilárd is írta, hogy ő ilyenkor ér rá, olyankor ér rá, én akkor pont nem érek rá, tudod, aztán akár miatt így eléggé meg szar lett volna. Pedig azt bánom, mert biztos baromi jó lett volna. Mi van? Nem jó, nem fogom. De nem hiszem. De jó, nem fogom. Miért volt ez akkor? Ezen a göcsörtös úton rakom pont, ahol ide-oda mozogat gép. Nézd meg, és akkor így vágódik, látod? Igen, ez pont nem jó nekünk. De jó van.
Mennyi idő van? Elég jó vagy az idő. Arra gondoltam, hogy mindenképpen ebben a részben ezt le kéne adni azért egy kocsifát, nem? Kíváncsi vagyok, mennyi pénzt fog érte jönni. Majd mikor elindulunk előtte, tippeljétek meg, hogy szerintetek mennyi. Ezt én is majd nyomok egy tippet. És kíváncsi vagyok, hogy kitalálja el leginkább. De nem ám utána. Rafkóztak itten. Figyeljetek, rakjuk rá még. Hát erre az oldalára még kéne. Nem? Hát jó, keresztbe hosszában van, várjál. Ezt lehet, hogy ezt le kéne igazítanom, ezt a fölsőt. Oda igazodik ez magától. Ja, de mindjárt azért egy kicsit elhúzom erre az elejét. A másik meg ugye pont másik oldalra kellene mennie. Ó, de igazodik, jó van. Gyere ide. Úgy. Alakulunk. Gyere még egy picit. A másikat meg. Hát a másik az úgy marad. Jó, ez már annyira nem rossz. Ó, egyébként szépen el van ragva. Ahhoz képest, hogy nagyon szenvedős. Srácok, hát egy kicsit a vörös zászlót rá kell akasztani biztos, vagyis a vörös posztót. Mert megbüntett a rendőr, nem kicsit. Jó, ezt a sarkot már lassan kiszedem, figyelj. Tök jó, egyébként én beírem, büszke is vagyok magamra, hogy egész jól haladunk. Szóval teljesen jó minden itt. Legnagyobb üzlet ugye az lenne, hogyha egy telepített darálód lenne, és akkor instant darálnál, és akkor pénzt kapsz érte. Hát azunk ugye nincs. Meg igazából nem is fával szeretnék foglalkozni, csak nincs más opció most. Mert nem mivel, érted? 2000 ér egy vetésforgót azon a teleken? Akkor inkább ezt majd szépen megcsináljuk, feszállítjuk ezt a területet, ezt akkor valami lesz. Hát meg holnap ugye megint, látod, leugrik róla. Valamikor hiába pattogtatod, leugrik. Ó, te fiú. Akkor egy szívás az. Jaj, ne! Ilyenkor azt tudom csinálni, hogy elviszem arra, és akkor rárakom a kocsira megint a végét. Figyeljetek, szerintem ez a fa, meg esetleg még egy. Itt megint azt csinálom, hogy félig rárakom a kocsira. Így, és akkor alá tudok nyúlni, látod? Egyébként jó kis megoldásokat alkalmazunk, nem? Nem mondhatjátok, hogy kapkodós, idióta módon csinálom. Szerintem nem érheti szó a ház elejét. Természetesen egy röntgcsipesszel már 100-szor megraktuk volna, mert ugye akkor nincs az a gond, hogy itt egyensúlyozgatni kell. De hát, bazzi, mi van? Jaj, de nagyon alul vagyok. Néha nem látom, hogy mi van. Hát lehet, hogy de jó helyen fogom. Az a baj, nem dől hátrébb. Nem dől hátrébb az a villa se. És emiatt ugye nem tudod begurítani a tövéhez. Nincs gond az MTZ-ben, ereje van. Annyi, hogy egy súly azért lehet, hogy épp hogy el kellene, de nem annyira vészes. Eredve dolgozni. Nem nagyon emelgeti a hátulját. Talán egy enyhén érezni az irányításon, hogy itt szenvedős, de azért annyira nem veszélyes. Mert ezt oda túloldalra kéne? Be az oldala mellé? Igen, kicsit igazítunk rajt. Oda megpróbáljuk az oldal mellé becsúsztatni. Úgy. Hát az épp hogy gyerekek, ma följebb már nagyon nem is lehetne rakni. Közepébe még eférne egy-kettő, nem? Hány óra van gyerekek? Még efér egy-kettő közepébe? Basz, nagyon... Fú, te jó, Máriám! Ez még egy-kettő beférne a közepébe, én azt mondom nektek. Oda nézzük, milyen szépen igazodnak. Vagy erre az oldalára esetleg egy, erre az oldalára egy még legyen. És akkor elvisszük, jó? És akkor megnézzük, hogy lesz.
mennyi pénzt szerünk ki belőle. Ha megnézzük kb. Hogy hány arát szedtem ki a fának, tudjuk, hogy milyen, mennyire volt jó üzleti érték megvenni ezt a területet. Figyeljetek, szerintem... Nézzük meg, nem vagyunk arra. Ugye elég sokat kiszedtünk, de én úgy érzem, hogy még egy harmadát szedtük kb. Ki, hogy még annyit se, tehát még két harmada benn van. Szóval még erről a területről, ha eladjuk, akkor ennek a legalább kétszeresét még be lehet nyúlni. Mesél el, Léci, mesél el. Hoppá, persze. Hallod, egy komolyabb mondom, ez egy ilyen virtuózitás, ezt megcsinálni normálisan. Hogy sikerüljön. És megint ez a tuskóra megpróbáljuk rárakni. Hallod, egy tuskóra rárakni a farming szimulátorba. A fá, figyeld. Azért, hogy alá tudjál nyúlni. Apám, komolyan mondom, olyan profizmus van itt, hogy ezt el tudjátok képzelni. Régebben próbáltunk kidőt építeni, ez ahhoz képest már ez egy űrtechnológia. Bazen, hát ezt komolyan mondom. Fú. Egyre inkább öntelt leszek, mert tök jól csinálom. Kicsit ez mondjuk a tövéfele kellett volna megfognom, mert nagyon dől arra. Pont itt az úton, nem itt az úton kellene raknom, mert ez... Mert ez mindenfele dől. Jó, ez az utolsó gyerekek, jó? Ezt lehet tippelni, akkor mostantól nyomjátok a tippeket, hogy mit gondoltok, mennyi pénz lesz ebből? Én azt mondom, hogy egy 13 000-re mindenképpen tippelek. 13 000 gyerekek. Hát, a öcsém, ez nem kevés. Gyorsan lesponizom végig. 13 000-re tippelek. Itt azért van a mennyiség. Jó, nem is ér le. Nem tézi, hogyha ebírja, akkor ebírja. Akkor miért ne vigyük? MTZ-vel. Elvileg aszfaltos útor majd, hogy nem végig el tudunk menni, úgyhogy arra fogunk menni. Ezen a patakon nem tudom, át tudok-e kelni, lehet, hogy nem kell megpróbálni, de mondjuk miért nem, mert itt a patak, és akkor át tudnánk menni ugye egyből az aszfaltos út fele. Menjünk a földes útor? Menjünk a földes útor is. Bár az se visz ki teljesen. Olyan, nem, e fordult közben a kocsirút. Na gyerekek, akkor húzzuk. Itt gondoltam, hogy mindjárt várjátok itt ki, megpróbálunk átmenni a patakon. Csak bele ne rohadjunk, mert akkor baj lesz. Nézzük meg milyen mély. Elvég itt kéne lenni egy pataknak. Hol van a patak? Ja hogy? Ja hogy ez nem is olyan kicsi patak. Úgy gyerekek, akkor várjál, ez nem stimmel. Ajaj. Na, a szenvedés van. Azért van egy súly. Nem kevés. Jó, menjünk. Megpróbálunk kivenni az aszfaltos útra valahogy. Ugye itt van ennek a földnek a végébe, szóval nem lesz nagy gond. Úgy gyerekek, motorlót 100%, meg még ráadásul csúszunk is. De ez nem kevés fa. Elég szépen sikerült elrakni. Én azt mondom, hogy a farming szimulátorban ilyen jó megsikerül raknod így egy ilyen kocsit, gyakorlatilag egy targonca villával szinte, akkor az nem olyan rossz. Kérünk az aszfaltosra, aztán dörgölhetünk, elvileg. Várjál, izé fele kell mennem, balra kell mennem. Mert egyenesen nem jó, ugye? Meg kell nézni, hol vagyunk. Egyenesen nem jó, hanem itt kellene elmenni balra, és akkor végig a biogáz előtt is arra. Azt mondtad, talán már könnyebben fog futni a szekér.
Hát azért meg itt is kérje a cuccot. Mi a fa? Gyerekek! Most... nem ragudjatok, mibe akadtunk el? Ja, a villámba bazza. De mi? Miért akadt le a villa? Valahogy beleállt az aszfaltba. Új, de megette. Viszont baró nagy ívbe kell fordulnunk mindenhol. Ahogy el, hogy basszus, azt hittem elakadt a vége. Mondom, akkor baj van. Jó nagy ívbe kell fordulnunk. Ne akadályozzuk a forgalmat, meg még ráadásul tudjunk is elfordulni szerintem. Meg nézd, EU-s támogatásból készült, nézd oda. Jó, kocsikaringós utak, de erre nincs forgalom, úgy tudom. Úgyhogy azért már mindenképp jó volt erre jönni, és balra kéne menni a biogáz fele. Szupi gyerekek, szupi szupi! Akkor én azt mondom, nem tudom, 15 ezerre tippelek gyerekek, 15 ezerre tippelek ennyi falra. És ha belegondoltok, most megint azt mondhatjátok, hogy lehet, hogy nem kellett volna megvenni ezt, de belegondolsz, megvetted 19-17 ezerre, hogyha mondjuk kijön belőle mondjuk az összesből valószínűleg több fa, igaz, hogy munkába telik, de ugye ez plusz egy földön. És egy kicsit össze tudjuk kapni magunkat anyagilag, azt a betyár. Azért ezen van ide, jó, ez egy cucc, hallod? Hát ezt, hogyha elvágtam volna, két kocsival lett volna, így egyen megoldottuk. Én 15 ezer minimumra gondolok, 15 ezer a minimum. 15 ezer. De azért titkon remélem, hogy lehet, hogy sokkal több. A maximumot mennyit mondanék, hogy ad érte? Szerintem a maximum, amit ad érte 20, 15 ezer és 20 ezer között. Jó, ezen az úton le tudom hordani a fát, szóval nincs olyan nagy gond. Aztán akkor izé, figyelj, kimarjuk a tuskókat, foszántjuk, ezt elvetjük. Akármivel is. Az a lényeg, hogy legyenek földek, ami termelődik folyamatosan. Ne az legyen, hogy van egy földünk, akkor azt elvetjük, és akkor várogatunk. Mert annak aztán baromira nem lesz értelme. Azt úgy kerül ellené, hogy állandóan várni kellene. A gyerekek ide is érünk el. Egység. Van anyag. Milyen súlyt mérne erre? Hát, hogy megnézem, milyen súlyt mérne. Kíváncsiságból. De milyen súlyt dob? A 13971 szerintem itt ez teljesen független attól, hogy mi van rajtam. Ez egy ilyen, lehet, hogy csak a gépet méri, vagy nem tudom. Maskacok. Ugrik bele a majom a vízbe. Jó magasról. Hát igen, ez most érdekel. Majd pontzárásra hoztuk majd, nem? Az a gyerekek. 15.460, hát ennél jobban nem tudtam volna eltalálni. 15.000 gyerekek. 15 ezeret kerestünk ezzel a fuvarral, és ebből még van bőven. Úgyhogy 15 ezer gyerekek, 15 ezer. Hát muszáj letermelnem. És azon gondolkoztam, hogy mit kellene még csinálni, de muszáj letermelnem, mert addig nem tudom felszántani. Viszont van vetőgépem. Lehet, hogy addig el kellene vetni a jövőt az én területemet, hogy azon meg nőjön addig valami. Nem? Egyébként a krumplizás tök jó volt. Tök jó. Valaki írta, hogy nyugi, nyugi, a krumpli az igaz, hogy nem drága, de barósok van rajta. És én belegondoltak, tényleg igaza volt. Iszonyatosan sok volt. Úgyhogy a végén még komolyan mondom, ott fogok tartani, hogy visszavásárolom a krumpli technológiámat. Nem volt drága. És krumplizni fogunk, esküszöm. A krumpli jó volt. A krumpliból lett sokkal több pénz. A krumpli nagyon jó. Gyerekek, krumpli nagy hatal... Most képzeljétek egy nagy földön a krumpli, bazza. Komolyan mondom, krumplit kell termelni, hallod? Esküszöm.
Pedig nem is volt 100%-os a krumpli termésünk, mert azért voltak bajok vele. Azért volt benne jobb meg minden. Figyeljetek, szerintem az lesz. Lehet, hogy visszavásárolom a krumpli technológiát. És akkor kipörgetjük tovább a krumplikat. Meg kéne nézni burgonya technológiával, nincsen valami elérhető áru, komolyabb dolog. Ez a krumpli, ez nem rossz. Tényleg a srác mondta, hogy figyelj, nyugodjál meg, nem lesz az annyira rossz, ez hidd el. Írta, hogy hogy nagyon olcsó, de annyi van belőle, hát nem is tudom hány pótkocsival, 3 pótkocsival vittünk el. 15 000 krumpli lett, 15 000 kiló. A izéből meg lett lett 15 tonna a krumpliból azon a földön, úgyhogy nem is volt 100%-os minden. A szójából meg volt másfél tonna. Érted? Belegondolsz, igaz, hogy 600-ba kerül az, de azért 10-szer annyi volt belőle. Ez olyan, mint 6000-be kerül. Halljátok, gyerekek, a izé az nagyon megérik. Krumpli bazza. Nem is gondoltam volna. Nem is gondoltam volna, hogy a krumpli ennyire megéri. Ojjjjjjjjjjj. Bazza. Elgondolkodtam. Fölkettekerettem bazza itt az oszlopra. Bocsánat, elgondolkodott a keeper, de nagyon durvára gondolkodtam. Ajaj. Sikerült megoldanom itt a dolgot. Itt talán visszamegy. Jó. Ja, de a patakon valószínűleg nem fogunk tudni átkelni. Ott egyébként benne az erdőben ott már elég egy ér. De mindegy, megyünk az úton. Végén krumplit kell ütetnünk, gyerekek. Figyelj, azon gondolkoztam, vennék egy tolólapot, meg egy böszmenet kanalat. Lehet, hogy nem lenne olyan nagyon rossz. Azért mégsem ide kéne fát termelni állandóan, meg végtelenség, nem fogunk fát termelni, higgyétek el. Ilyen jó madártáborban meglátni, mennyit termeltünk. De figyelj, itt letermeltük ezt a sarkot egészen addig az útig. Meg ugye még ott az a rész, ez a felső rész, ez a párfa, ezt a párfát ledaráljuk, és akkor megyünk arra befele. De én arra gondoltam, igen, a következő részben lehet, hogy krumplizni fogunk, de várj, mennyi idő van, már nagyon idő van. Pedig azért meg kell nézni ezt a krumpli, várj, ez nem krumpli? Ez krumpli, dik, 26 000, gyerekek, forsít. És ez mi? Ez maga a narancsó szerkezet, ugye, ez a krumpli, ez meg a répa, jó. Potátó. 30 000-be lenne egy krumpli aratógépem. 10 000 literes, gyerekek. Ez komolyan mondom, ez szarrá keresném magam. Ha? For shit. Hát, jó nagy darab. De ennek lehet, hogy kénének földek. Tolólap viszont, már hol vannak a tolólapok? Tolólapok. Hol vannak benizeik, modoltak, de jók. Silós. Ja. Lehet, hogy krumplizni fogunk, és lehet, hogy először... Gyerekek. Komolyan mondom. Igen, még visszatérünk a gyökerekhez, nem? Igen, még visszatérünk a gyökerekhez. Van itt ilyen modunk, ez mi? Betakarító kiesse a burgonyát a földből. Ez is az a baj, hogy olyan, hogy csak ki tudod vele szerni, és ki fogja dobni a földre. Mi erről beszéltem, ilyen rázatos cucc. Ezzel sem megyünk sokra, ez is ugyanazt tudja kb. Mindez. Csak ez másfél méter, az meg 0,8 méter. És 9 000-be kerül. Figyeljetek, hát ezt a kettőt vissza kell vásárolnom. Meg is veszem. Eladtuk, gyerekek, azt visszavesszük, bazze. Jó, ez meg volt. Igen, meg az ültetőt. Kerékbajtás, érdekes. Mint hogyha. Jó, hát ezt a kettőt visszavettük. El kell venni érte, krisztállal vagy valami csoda. És muszáj ezt megcsinálni.
A krumpli jó volt, gyerekek, várjátok, biztos tabolok, megnézzük a földet, ugye nincs is semmivel csinálva, meg kéne kultizni, meg el kéne ültetni krumplival, meg le kéne permetezni, meg megtrágyázni, mindenre van opciónk. Jó, van egy baromi nagy vetőgépünk, ami ott marad, nem számít. Egy nagyobb kanál kéne esetleg, meg egy drogfa. Gyerekek, tűzre rá kell rakni, mindjárt várjál. Berebom a kájhába. Tik! Jó olyan van. Na jó, elmúcsúzom gyerekek, igen. Krumplira vissza fogunk térni. De a másik dolog az meg, ha megnézem, meddig tart ez a föld. Ez a föld, ez fölmegy. Mi megnézzük, hogy meddig, jó? Elmegyek a sarkáig. És akkor ki tudjuk számolni, hogy kb. Hány, mennyi pénz kijönne ebbe. Most megnézem, itt ez az út, ez tényleg ez a megye. Igen, ez a megye. Ez a megye, gyerekek. Jó, akkor itt majdnem kiértünk. Figyelj, meg tudjuk nézni és egy percet. Itt, mondjuk itt már nem olyan sok fa van, mert itt ez a sziklás rész. Elvileg a patakig tart. Látod, itt már nem mély a patak. Itt van még pár fa. Itt már ugye ez ilyen használhatatlan terület. De belegondolsz azért annyira, lehet, hogy itt már nem is érdemes izélni. Lehet, hogy eddig érdemes szántani így, és akkor egy csík lesz belőle. Ja, jó szar. Van itt egy ilyen dombos rész. Tudom, hogy lehet területet módosítani, nagyon nem akarok. Egyébként. Ja, hát ezek olyan sok fa nincsen. Szerintem kétszer annyi, mint volt, tehát akkor még ki tudunk termelni belőle körülbelül olyan föl tudunk menni olyan 40 ezer pénzre. Azért abból tudunk venni pár dolgot. A krumpli kombányt lehet, hogy meg kéne venni. Azon agyalok, hogy a krumpli kombányt lehet, hogy meg kéne venni, és akkor ezen a területen is krumpliznánk. Ja, hát meg a sorskártyától is függ minden, hogy mégis mit fogunk húzni. Mondja gyerekek, krumpirra rá kell állni, baze, én nem gondoltam volna. Esküszöm, azt mindig a legótvarabb dolognak tartottam a Farming Simulatorba, de nem. De nem. Meg igazából föllapáton is olyan sokáig tart. Egy jó pótkocsi kellene, várjál, hadd nézzem meg a pótkocsikat, valami nincs, valami jó pótkocsi, mert az a baj, az is olyan, az a szar, ugye 5000 literes volt, valami jó modolt, valami nagyobb esetleg. Ilyen nem jó, a remorka mekkora? 10.000 literes. Na itt a remorka, 10.000 literes. 1400-ért. Ugye ő 11.700 literen van írva, csak ugye nem működik normálisan. Örülünk neki. Ez ilyen szilánsos. Ez 15.500 literes, gyerekek. Lehet rá venni böszmelagyot. És ez minden estől 2900-ba kerül. Na, hát ez elvileg ugye így is tudja a krumplit. Talán, remélem. És ez azért nem kicsi. Vannak itt azért csodák. De nem mindegy 5000 vagy 15000 liter, érted? Ja. Ez 29000 literes, 7000 egy gyerekek. Ez már azért jó. 29000 literes. Tök jó bálarakókocsi, de jó. 29000 literes gyerekek. De ez érdekes, hogy így néz ki. Még azt írja, hogy a krumplit is tudja. Na, jó, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet, tök jó haladunk. A krumpli technológiát fogjuk tovább. Azon a pici területen is hatalmas pénzt hozott, hogyha akkor a pici területen hatalmas pénzt hozott, akkor ezen a területen, mi azért baró nagyám, itt az eleje az nagy, igaz, hogy ott itt vannak a problémák majd, eddig, mert itt valószínű, hogy el kell vágnunk ilyen ellalakba, itt esetleg vissza tudunk fordulni, ki kell ejtetnünk ezt a részt, aztán annyi az egész. Jó van, srácok. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett a videó. Folytatás következik. Nem fogjuk feladni gyerekek 1 milliárd euróig. Csácsomi csörészte.